A Solt-Vadkerti TIE elnökeként vettél részt ma az évzáró eseményen, amikor az utánpótlás csapatok eredményhirdetése történt meg. Mit jelent az STIE életében a labdarúgás? A labdarúgás külön kiemelt fontosságú. Minden sportot támogatnunk kell, de a legnépesebb csapatról van szó. Külön öröm számunkra, hogy nem csak helyi, hanem megyei szinten is nagyon népes csapatról beszélhetünk. Szinte az egyetlen olyan megyében található egyesületről beszélünk, aki bizonyos utánpótlás korosztályokban több csapatot is egyszerre ki tudott állítani. Nagy büszkeség számunkra, és hálásan köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez, amit nyugodt szívvel annak is könyvelhetünk. Elnökként figyelemmel kíséred a csapatok eredményeit, esetleg a legkisebbekét, illetve említsük meg ugye felnőtt gárdát is, aki az idei szezonban nagyszerűen szerepelt. Igen. Elsősorban természetesen én is a médiában tudom követni, de ezzel együtt Zsolttal többször, Schmidt Zsolttal, a szakosztályvezetővel többször egyeztettünk. Ő az, aki leginkább tájékoztat. Hát hivatalos formában így lehetne mondani, de inkább beszélünk róla, hogy ki hogyan szerepel. A felnőtt csapat nagyobb figyelmet szokott kapni értelemszerűen a városban, így talán több szó esik és esett róla, különös tekintettel a lehetséges osztályváltásra az idei évben. Ezzel együtt gratulálok mindenkinek, aki komoly sikereket ért el a saját csoportján belül is. Azt lehet látni, hogy a Solt-Vadkerti TIE megpróbálja a pályázati lehetőségeket is ugye kihasználni. Hogyan értékelned ilyen szempontból az elmúlt szezont? Abszolút sikeres szezon pályázati szempontból is. Önmagában, hogyha valaki itt veszi a fáradtságot és kijön ide a pályára, akkor megnézheti, hogy milyen komoly komplexummal rendelkezünk. Ez mindannyiunknak egy érték, egy öröm, ami biztosítja azt a lehetőséget, hogy több mint 100 gyerek és a felnőtt csapatok egyszerre is tudjanak valamilyen formában edzeni. Egy ilyen komoly szakmai stábot fenntartani, azt hiszem, hogy kevés város mondhatja el. Természetes módon a fő szponzoráció az messze menőkig a szövetség által van megvalósítva. Ezzel együtt a városvezetés, és így mindannyian is hozzájárunk ehhez. Hogyan látod a jövőt? Vannak lehetőségek, források, amiből tudnak működni az egyesületi szakosztályok? Van még erre mód, hogy pályázzatok esetleg, és bevonjatok külső forrásokat? A külső forrás az mindig egy pozitív eredménnyel járó lehetőség, de a valóságban a futball, mint TAO, ez azt jelenti, hogy látványsportág, kiemelt fontosságú sportág a Magyarországon. Így a forrás biztosítása különösen az utánpótlás csapatoknál a valóságban megvalósított. Így elsősorban a felnőtt csapatok szponzorációjához kell hozzájárulni. Hál' Istennek a környéken komoly összegeket fordítanak arra, hogy ezt is meg tudjuk valósítani, és így nívós csapatunk legyen. Jelenleg hány szakosztály tartozik az STIE alá? Hát attól függ, hogy hogyan számoljuk. Alapvetően 8-ról beszélnék, de vannak olyan szakosztályok, amelyikeknél külön van a férfi és a női szakosztály, kézilabdáról beszélvén, illetve birkózóknál is 2 hivatalos szakosztály létezik, a valóságban egy birkózóként beszélhetünk róluk. Ugyanis egy judó szakosztály is létezik, kevesen tudják. Nekem is meglepő volt, amikor átvettem az elnöki tisztet. Azt hiszem, hogy ez pár verseny és nevezés szempontjából volt fontos. Hogyan látod a jövőt? Lehetnek szép eredmények a következő szezonban is a Solt-Vadkerti sportéletben? Messze menőkig. Nagyon komoly szervező munka van mögöttünk, hogy a kézilabda szakosztály bővülni tudjon. A jövő év elejétől várjuk a lelkes jelentkezőket, elsősorban persze a gyerkőcöket és mögöttük a szülők támogatását, hogy a kézilabda utánpótlás csapat elindul. Most már azt tudom mondani, a múlt héten volt az utolsó tárgyalásunk, hogy ez hivatalosan is kijelenthető. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette ezt az indulást, ezt a munkát. Úgyhogy az elsőtől negyedik korosztályig önmagában is meg lesz valósítva a fiúknál és a lányoknál a kézilabda. Ezt azt gondolom, hogy hatalmas siker. A lányoknál évtizedek
évtizedek óta nem beszélhetünk utánpótlás csapatról. Fiúknál köszönjük szépen Forgó Erzsébetnek az áldozatos munkáját, aki az idei évvel abba hagyja tevékenységét, és bízunk benne, hogy tudjuk pótolni az STN keresztül ezt a munkát. Beszéljünk az asztali teniszről is. Hogyan értékelnéd azt, hogy a Soltatkerti asztali tenisz csapat, a férfi csapat megnyerte a legmagasabb ligát Magyarországon? Hatalmas sikerként könyveljük el, mindenkinek büszkének lehet, és úgy gondolom kell is lenni rájuk. Így van, nehezen szokták értelmezni, vagy nem mindenki tudja értelmezni, hogy mit is jelent. Ma Magyarországon nincsen jobb csapat, felnőtt férfi csapat, mint a Soltvadkerti Torna Egyesület felnőtt férfi asztali tenisz csapata. Soha ilyen sikert még nem sikerült elérnünk. Köszönjük elsősorban a játékosoknak és Ambrus Ferencnek, a szakosztályvezetőnek és az edzőnek a munkáját. Azt gondolom, hogy az, hogy milyen lehetőségeket rejt ez önmagában, csak annak az említése, hogy lehetséges, szervező munka van mögöttünk Ferenccel, hogy utána nézzünk, hogy megvalósítható-e, hogy Bajnokok Ligájában indulhat a csapat. Még akár az is elképzelhető lehet, hogy akár itt Soltvadkerten is megvalósítható lenne egy-egy mérkőzés, amennyiben el tudjuk indítani. A mai napra egy szezonzáró összejövetelt tartottatok a fiatalabbak részére, az utánpótlás csapatok részére, és meghívtátok a szülőket is. Milyen hagyományai vannak ennek az eseménynek a klub életében? Igen, a mai napon tartottuk meg az U7-es korosztály, az U9-es, az U11-es, az U13-as, a 14-es és a 16-os korosztályoknak a záróvacsoráját. Amióta mi vagyunk a vezetőség a Varga Józsival, azóta minden évben meghívjuk a szülőket is, a gyerekeket is, egy ilyen szülők-diák foci volt például, illetve most egy pizzavacsora folyik éppen, és mindig tartunk egy értékelőt is. Szerencsére az idei év egy kicsit hosszú értékelőre sikerült, mert nagyon sok csapatunkat díjaznunk kellett. Mit emelnél ki a fiatalok közül, mely csapatok voltak azok, amelyek szép eredményeket értek el? Úgy hiszem, minden csapat szép eredményt ért el, mert ugye a Bozsi program például ott nem díjazzák a gyerekeket, ugye ők még egymás között játszanak, nem számolják az eredményt, stb. De látjuk ott is, hogy nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül a srácok, akkor nyáron még kijönnek ide, akkor látjuk, hogy még az egyik jobbra szalad, a másik balra, amikor tavasz évvégén kijövünk, és látjuk, ugyanazokat a gyerekeket már rendes formációban játszanak, tehát ebből látjuk azt, hogy igenis nagy fejlődés van. Aztán ugye vannak csapatok, akiket ugye csoportokba osztanak és bajnokságban játszanak, így például az U13-as csapatunk, aki megnyerte a bajnokságot saját csoportjában, ezért nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, illetve az U14-es csapat harmadik helyen végzett, és az U16-os csapat serdülő csapatunk, ők is a harmadik helyen végeztek. Lehet azt tudni, hogy most a klub hány igazolt labdarúgóval rendelkezik, és mely osztályokban mennyi csapatot tudtok indítani? Igazán úgy mindig a gyerekeknél ugye van egy kis mozgás. Ugye igazolt játékosunk körülbelül olyan 160 fő lehet, 170, de évközben is nagyon sokan jöttek. Épp az edző kollégák jelezték, hogy minden héten szinte egy-két játékos egyszerűen megjelent, és én is sokat kijárok a srácok közé, és én is mindig látok új arcokat. Tehát nagyon örülünk neki. Biztos vagyok benne, hogy köszönhetjük ezt a magyar labdarúgó válogatottnak is, mert ahogy láttátok, biztos a képeken rengeteg szoboszlaink van, tehát a jövő évre biztos, hogy bajnokságot fogunk nyerni. Ennyi szoboszlaival, de viccen kívül tényleg azt kell mondanom, hogy egyre több a srác nálunk, ennek nagyon örülünk, és úgy érzem, hogy tényleg az edzőink is megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és lehet, hogy a szülők is ezért hozzák bátran hozzánk a gyermekeiket, mert látják, hogy jók ezekben vannak. Milyen edzői stábból tudtatok dolgozni az elmúlt szezonban? Igazán ugye minden korosztályban megvannak az edzőink, mindenkinek vannak végzettségei, ugye végzett edzőink vannak, illetve most pont csekethetünk Paplovi sikeres vizsgát tett Grassroots C-ben, tehát ő nagyon jól képzi magát, de ugyanúgy minden edzőnk tényleg próbálja a szakmai munkát mindenhol elsajátítani, figyelik, hogy milyen tanfolyamok vannak, képzik magukat. Én úgy érzem, hogy a mai labdarúgáshoz ez fontos is, hogy kövessük a trendet, mert már ugye nem a középhátvéddel játszunk a labdarúgást, hanem más formációkba, és ez csak úgy lehet, hogyha követjük az edzők is azokat a stratégiákat, azokat a gyakorlatokat, elemeket, amit ugye megkövetel az MLS is tőlünk. Lesz esetleg változás a következő szezonra az edzői stábban? Hogyan látod a jövőt?
Igen, biztosan lesznek változások, szoktunk kócsoportokat is továbbadni egymásnak, illetve lesznek személyi változások is, van, aki ugye nem tudja vállalni az edzői munkát más elfoglaltság miatt, az ő helyükre mindig megkeressük a megfelelő szemét, ő már időben ugye jelezte az edző kollega, hogy ő nem tudja vállalni, így időben próbálunk is mindig más találni a helyére, hogy mire tényleg kezdődnek a bajnokságok, az edzések, addigra tényleg ne az legyen a probléma, hogy ki lesz az edző, hanem tényleg úgy tudjunk kezdeni, hogy minden rendben van. A klubnál folyamatosak a fejlesztések, a technikai hátteret próbáljátok mindig erősíteni. A közeljövőben terveztek-e valamilyen fejlesztést végrehajtani? Igen, most köztudottan sajnos egy kicsit a magyar labdarúgásban most nem úgy van pénz, ahogy az elmúlt években. Nagyon nehéz támogatásokhoz hozzájutni, fejlesztésekhez. Most egy projektünk bent van éppen, a műhüves pályánk több mint 10 éves és nagyon rossz állapotban van. Ugye főleg ugye a srácok ezt használják, és ők ezt balesetveszélyes lenni, ezt jeleztük az MLS-nek, megnézték, jóvá hagyták, hogy tényleg megérdemelnénk a felületcserét. Bízunk benne, hogy ezt az idei évben meg is tudják csinálni, illetve ugye a lámpáink is a pályával azonos időben több mint 10 éve épültek, és azoknak is már 50%-a nem világít. Arra megnyert TAOS pályázatunk van, amit ugye majd meg is tudunk valósítani, és teljesen új lámpatestekkel tudjuk az éjszakai fényt biztosítani.